A kiállítás sajtótájékoztatóján Schmidt Csaba polgármester, Salamon Hugo a Vértes Agórája szakmai vezetője, mint házigazda, a szolgáltatókat képviselő Comba Péter ezredes, a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, és a civil szervezetek nevében Musitz László, az Áltarér Szövetség titkára beszélt a kiállítás jelentőségéről. Én bízom benne, hogy a iskolák élnek a lehetőséggel, eljönnek, elhozzák a fiatalokat, és meg tudják ismerni az itteni szolgáltatókat. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon sok fiatal jön, és érdeklődnek a szolgáltatók munkája, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a vízmű, az erőmű munkája iránt, és ilyenkor egy kis bepillantást nyerhetnek a színfalak mögé, hogy hogyan is működik a mindennapokban egy-egy szervezet. Az Agóra egy részbeni bemutatkozásra ad lehetőséget, de emellett meg lehet látogatni az adott cégeket is. Természetesen azt nem tudják itt bemutatni, hogy hogyan működik egy kazána az erőműben, vagy pontosan milyen berendezésekkel történik, vagy hogyan történik egy kivonulás a katasztrófavédelemnél, de egy kis bemutatkozásra, egy kis ízelítőre alkalmat ad az Agóra, és alkalmas, hiszen tavaly is itt került megrendezésre már a rendezvény, és jól érezték magukat a gyerekek. A Nyitott Kapuk programban résztvevő tatabányai szolgáltatók, a vízmű, a tatabányai rendőrkapitányság, a tatabányai erőmű Kft., a tatabányai múzeum, a kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv és a tatabányai tatai oroszlányi járási népegészségügyi intézet, a katasztrófavédelmi igazgatóság, a Magyar Posta Zrt., a Forrás Rádió, a József Attila megyei és városi könyvtár, valamint a környezet és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, a METESZ, a Gerecse Barlang Kutató és Természetvédő Egyesület, a Tatabányai Klímakör, az Áltarér Szövetség, az Öt Sziget Kör és a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület.